államod, azaz divatos, mint az ampír, ahogy franciásan kiejtjük a szót. Mitől empír az empír? Napóleon 1804-ben koronáztatja magát császárrá, és ekkor jön be az úgynevezett chemise a divatba. Ez a chemise, az ingruha, egy olyan kis ruha, mely mell alatt el van vágva. És ezt a fazont hordjuk mind a mai napig. Akkoriban kis puffos ujja volt, és rendkívül finom áttetsző muszlin anyagból készült, amiben a hölgyek nem ritkán megfáztak a téli palotákban. A női ruhák 1795-től pamut muszlimból készültek, és, ami a legszembetűnőbb változás, derékvonaluk magasra, közvetlenül a mell alá került. Ez az egybeszabott ing, azaz chemise, volt az egyetlen ruhadarabja a mervejőznek, a csodálatosnak, és a viselete csak vörös, bordó, rendkívül drága és finom, vékony kasmérsel egészítette ki. A rövid, puffos ruha új végén apró fodor volt, a ruha dísze a néha több méteres uszály volt. Mivel fűző és merevítés nélkül viselték ezt a ruhát, és vékony testszínű trikót akarta a hölgyek alakját, fontossá vált a sudár, hajlékony testalkat. A klasszicizmus elnevezés az egész stílus korszakra vonatkozik, és a legjobb osztályba tartozót, a kiválót, tökéleteset jelentette. Ilyen értelemben az számít klasszikus alkotásnak, mely a művészi mondanivaló tökéletesre csiszolt formában jeleníti meg, bármely művészeti ágról legyen is szó. A franciák már a barokk idején, 14. majd 15. Lajos alatt is szigorú szabályrendszerek megalkotását kérték számon az egyes művészeti ágakra vonatkozóan. Ahogyan a klasszicizmus a polgárok elvárásait tükrözi vissza, annyira nyomon követhető, ahogyan a régi arisztokrácia helyét az előző néhány évben meggazdagodott nagypolgárság, a burzsoázia vette át. Az empírviselet, melyben divatpéldát az immár császárnévá lett Madame Bonaparte mutatott, szabása nem sokat változott a direktórium óta. Az ingruha meghatározó forma maradt, de nehéz, merev sejemszövetből készült, elvesztette korábbi könnyed, átlátszó lenge jellegét. Mély kivágását kis álló csipkegallér díszítette, a szoknya kissé rövidebb és lefelé bővülő lett, ráncok nélkül omlott le. Kilátszott alóla a lapos talpú, szalagos topán és a finoman hímzett harisnya. Az uralkodó szín továbbra is a fehér maradt, de már beleszőtt, általában halvány színű vagy arany mintákkal díszítették, hogy pompásabb legyen az összhatás. Hétköznapra megjelent az apró mintás, virágos vagy pöttyös, illetve kis kockás minta is. A ruhák keresetlenek, lánykásak lesznek. Az uszály estélyekre gyakran arany vagy prémes szegélyű, fémszállal hímzett bordó, bíbor színű volt, ezzel is utalva a római eredetre. Az alsó ruhák is újra nagyobb szerephez jutnak. Előkerül a fűző, mely a mellett és a vállat tartotta szorosan, egyébként puha volt továbbra is. Ékszerekben ez a hatás érződött szintén. A császárné imádta a fejdíszeket, tiarákat, melyek antik hagyományokat elevenítettek fel. Jellemző volt a gyöngyös, drágaköves vagy kámeás diadém. Az obligát kasmérkendő téglalap négyzet alakú sál formájában vagy háromszög kendőként is megjelenik, valamint a fázósabbak számára tért hódít a rövid Spencer kabátka. A kor emblematikus női személyisége Louise zu Mecklenburg, teljes nevén Louise August Wilhelmin Amalie Mecklenburg hercegnője, aki 1776-ban született. Ugyan nővére Friderike Szebb, a 22 éves koronaherceg Frigyes Vilmos a bájos, csillogó szemű Louise-ba szeret bele, és eljegyzi őt. Nagy szerelem kezdődik, mely házasságuk alatt csak mélyül, és elválaszthatatlan szövetségesekké teszi őket. Közvetlen és szívélyes, a kevés nemesi maníroktól teljességgel mentes stílusukkal és puritánságukkal, szerénységükkel a nép számára is példaképekké válnak. Louise lesz az első szívek királynéja. Előfutárává válik sok későbbi mitikus magasságokba emelt királynőnek.
1793. december 24-én házasodnak össze a berlini Stadtschloss fehér termében.